nő szemmel, ülök a fényben, rózsafa hullik át a sövényen, ugrik a fény, s gyűlik a felleg, surra a villám, s már feleselget. Könyvkar Tatolna megyei festőkiállítása nyílt meg Kölesden a Kismegyeházán. A kiállítás annak a megyei projektnek első eseménye volt, melynek keretében közel 100 program valósul majd meg a programban résztvevő 8 településen. Baki Bértad festőművész így méltatta az alkotót. A festő útját járja, nagybetűvel, a festészet útját járja régi útjelzőkkel, a régi útjellemzőivel. A művei sajátos keveredése a fotó alapvetésű ábrázoló festészetnek, a szürrealisztikus ábrázolásnak, látásmódnak. Könyvkarta megtiszteltetésének adott hangot, hogy az ő kiállításával indulhat az új látás nevet viselő program. És úgy gondolom, hogy a közös munkánk talán lehet egyfajta kölesdi reneszánsz, vagy ennek az egész kölesdi programnak, amit volt látásmozgalomnak, látásbrigádnak egy reneszánsza. Ugye nagy szónak is tűnik ez, de hát a szó alapvető jelentése ugye az, hogy újjászületés, és ez szerintem találó lehet erre az új látás mozgalomra, ami előttünk van. Könyvkarta kiállítása március 27-ig tekinthető meg a Kölesdi Kismegyeházán.